Kerényi Virág a hazai divat világának egyik csillogó tehetsége, akit a székesfehérvári közösségi és kulturális központ kért fel arra, hogy a fehérvári közönségnek is mutassa meg művészetét, és rendezzen be egy kisebb kiállítást az Öreghegyi Közösségi Házban. A tárlatot március 29-én pénteken Fodor Imre, a Duna TV műsorvezetője nyitotta meg. Ez egy hiánypótlás Fehérváron, nem sok iparművészeti kiállítás látható. Virág szerintem nagyon neves tervező, most ő lett az év divat tervezője, és vettem a bátorságot és megkerestem, és ő azonnal igen mondott. Megszerveztük könnyedén a kiállítást, és már itt is van. A neves magyar tervező szó szerint csillogó, hiszen elmondása szerint imádja az extravagáns, szegecses, feltűnő ruhadarabokat. Kerényi Virág az évek során tanult a Kreakortás Művészeti Iskolában, a Metropolitan Egyetemen és a dániai Tekó Egyetemen, később pedig San Franciscóban, Amsterdamban és a Magyar Állami Operaházban szerezte meg szakmai tapasztalatát. Mára már több televíziós produkcióban és hollywoodi filmben is dolgozott, valamint felépítette saját, környezetbarát márkáját is. Amik mondjuk itt láthatók, ilyen fejdíszek, kristályos ruhák, csizmák, azokat minden kézzel így babrágatom, ez nekem egyfajta ilyen meditáció vagy kikapcsolódás. Egyébként pedig azt gondolom, hogy az én márkámra nagyon-nagyon jellemzőek a színek. A sok embernek ez már szerintem egy kicsit ilyen túl sok, vagy túl díszített, de inkább ilyen műalkotásként írnám le a tervezéseimet, nem feltétlenül hordható dolgok. Kerényi Virág kiállítása május 3-áig lesz látogatható, minden hétköznap 15 órától 19 óráig az Öreghegyi Közösségi Házban.